Nádas Józsefet megtalálta az ecset és a szín, ő pedig megtalálta az életet és a fényt. Szerinte a művész, csatorna, eszköz, a festmény az univerzum kivetülése, a lélek pedig a finom pillanat szava. Volt-e már Balatonfüreden kiállítása? Igen, tavaly volt a polgármesteri hivatalban, és ha jól számolom, 4. éve volt itt. És annyira megkedveltem ezt az Arácsi Népházat, az itteni dolgozókkal, kollégákkal, meg a hangulat, tehát olyan jó itt a rezgés. Úgy gondoltam, hogy ha meghívnak, akkor újra kiállítok, és ez megtörtént most. Hol alkot? Kaposváron és az országban bárhol. Néha külföldön is szedek magamhoz egy kis muníciót. Nálam ez önkifejezés, és nem pénzkereseti lehetőség. Lévén az, hogy már 70 éves elmúlottam, számtalan téma forog állandóan a fejemben, és amikor valamelyik már nagyon kikívánkozik, akkor nekiülök, vagy nekiállok, és akkor festek. De hát az itteni anyagból is látszik, hogy mondjuk portré nincs, de a portrétól a csendéleten keresztül, a mediterrán témákon át, az állatképekig teljesen mindegy, hogy mi az. Ha megérik bennem, akkor vánszonra, lemezre kerül. Alig van festményem. Tehát ez azt jelenti, hogy sokan kedvelik az alkotásaimat. Egyetlen technikát használok, csak akrillal festek, kizárólag. Mert én úgy gondolom, hogy kísérletezni sok mindennel szabad, festészettel is egyébként, de aki valamiben igazán szeretne alkotni a saját számára maradandót, annak egy dologban el kell mélyedni, hiszen az a lényege a dolognak, hogy mennyire ismerem meg az anyagot magát, mint matériát. Gyerekkorom óta, kisgyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom, azóta rajzolok. Grafikáztam rengeteget az életem során, hogy el lehet képzelni, hogy a 7. évtized után ez mit jelent, de hogy igazán a színekkel olyan 20 éve kerültem kapcsolatba, és onnantól kezdve nem volt megállás. Néhány alkotótáborban részt vettem, és volt néhány olyan művészeti vezető, akitől tudtam olyan instrukciókat ellopni, mert én szerintem csak így lehet tanulni ezt a fajta művészetet is, hogy eljutottam a mai napig. Nádas József kiállítása az Arácsi Népház nyitvatartási idejében látható június 1-jéig.